ilyen dual bracketbe lehetett megcsinálni. Így van, ugye veszteságas, egy alsóágas volt ez az elődöntő. Ott találkozott Mosten, illetve PS. Ez egy 2-0-ás győzelem volt PS számára, és ott is ugye az első mérkőzés eléggé durva volt, több mint 40 percig játszottak nagyon a srácok. Komolyan. Nagyon beletették magukat, nagyon óvatosak voltak, és itt a döntőben még óvatosabbak lesznek. Igen, azt mindenképpen ki kell emelnünk, hogy Szabi alapvetőleg egy nagyon-nagyon-nagyon tryhard játékos. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy borzalmasan sokat gyakorol minden egyes mérkőzésére, és ez... Hát benne is vagyunk már a mérkőzésben. Igen, és ez szerintem most is meg fog majd látszódni, és a bal alsó sarokba található Pásztor Szabolcs, ingém nevén PS. Kék színben terán játékos, jobb felső sarokban pedig Mosten, a Protoss játékos, őnek is lehet egy nagy tapsot, biztessük a játékosokat. Lehet szurkolni a kedvenceiteknek. És hát igazából semmi érdekes nem történik így a játék első felében. Hát egyelőre ugye dolgoznak a srácok. Ugye ilyenkor az szokott kiderülni, hogy mennyire akarnak rámenni valami cheesy taktikára, magyarul valami könnyű, de rizikós győzelmet behúzni. Ez az elődöntők során működött is egy PS-nek. Igen, igen. Kevesebb, mint 4 perc alatt nyerte meg a meccset. Ugye azt látni kell, ugye egy BO3, BO5-ös formátumnál általában a játékosok az első mérkőzésen ezeket a taktikát hanyagolni szokták. Tehát hogyha a standard, mondhatni, az szokott lenni, hogy egy győzelem után valaki bepróbálkozik egy cheesy taktikával, azért látni kell ugye a rizikót benne ebben a cheesy taktikában, hogy nem igazán éri meg, mert túl nagy a kockázat, főleg itt, az élő döntőben. Így van. De úgy néz ki, hogy nem elég nagy kockázat, mindketten expelnek, és az első úgy néz ki, hogy Mosten lesz, rögtön követi ezt PS. Kérdés, hogy ő majd mit fog művelni a Reaperrel, itt van még ez a kis drón, ami rosszalkotott, ők szokták kicsit megcsípkedni ezeket a terrán dolgozókat, de úgy néz ki, most Mosten nem akar erre rámenni. Lehet elmegy inkább sunyiba, letesz valahol egy pályont, amit majd később felhasználhat harasszalásra. Ugye itt nagyon előre kell gondolkodni ebben a játékban. Folyamatosan merre helyezel, merre nézel, mi történhet, mi nem történhet. Igen, és amit én még kiemelnék itt, az az, hogy a map control, a vision, hogy az egy nagyon-nagyon fontos szempont itt, tehát az elnök a tovereknek az elfoglalása is egy nagyon fontos szerep lehet majd a későbbiekben. Valószínűleg ez az SCV nem hazamegy, vagy ha igen, akkor utána más egységekkel, mint például ezzel a scoutoló Reaperrel. Na, lássuk, mit fog csinálni a Reaper, egy adaptal találkozik, még egy lövés, és már valószínűleg belehal, de ezt valószínűleg tudja PS, és vissza is megy. Időközben nézzük meg, mi épül a bázisán, mert hogy jön a Factory, ráadásul a reaktor, ami dupla Helion-t sejtett. Igen, igen. Pont... Hoppá! Nincs az a gyorsaság. Éppen, hogy utolsó pillanatban. Igen, valószínűleg ez a próba el fog itt esni, tehát hogy eddig élte az életét. Hát a Marinoknak ez a dolga, igen, az igen. Elsőt. Azt, és nem az jön, hanem Widowmine. Érdekes. Igen, ugye mellette érkezik a Starport, tehát várhatunk majd valószínűleg jó kis Widowmine droppokat is. Egyébként nagyon PS jó részéről. A... Igen, és hogy hát el is esett a Reaper közben. És hát érkeznek még a getaway-ek, és igazából úgy látszik, hogy ez a 3G-t, ez egy eléggé early 3G-t Blinkstalker sejtett, igen. Eléggé early haras sejtett nekem. Én nyilván érkezik a másik oldalról a medivek, jönnek ugyanúgy a Widowmine-ok, és ez nekem egy kicsit az egyik oldalról ilyen droppos játékos sejtett, a másikról pedig egy ilyen mid-game early pass all-in-szerűséget. Igen, meg védekezés, tehát ezek a Widowmine-ok alapvetően inkább védekezésre szolgálnak. Nem tudatta talán annyira bemenni PS Mostennek a bázisára, nem tudja, hogy Oracle-re is számíthat esetleg, ugye azok ellen kifejezetten jó a Widowmine, ezért figyelni kell, de úgy néz ki, hogy azokkal megpróbálkozik majd egy kicsi agresszivitást. Igen, muszáj lesz igazából PS-nek jelenlegi helyzetben, ugyanis Mosten ezzel a egészen tőle szokatlan, agresszív taktikával, hát, hogy is mondjam, meg tudná szorongatni most jelen pillanatban ellenfelét. Ugye nyilván érkezik a Blink fejlesztés Mosten részéről, de amíg ez nem érkezik meg, addig egy tök jó védekezési util ezek a stalkerek. Így van. Jól ki tudják védekezni az érkező seregeket. Pláne, hogyha ugye ilyen hamar lebukik ez a medivek. Igen, egy kicsit látványosan hamar bukott le nekem ez a medivek. Ezt hozzáteszem egy kicsit így kettő között. De különben ott volt, hogy ha megnézed,
lehet látni, hogy birtokolja Xel'Nagát, és lehet, hogy azon keresztül ment a medivek, nem tudom, PS merre irányította, igen. De Zadab megteszi a dolgát, mint hogy említetted a Mamp Control. Itt lássuk egy Widow Mind Drop. Már régen elmentek a próbok, azzal már nem fog tudni mit kezdeni, mondjuk még idegesítő lesz egy darabig. Időközben viszont elhullott a medivek odafentről, mert jönnek a stalkerek. Igen, igen, igen. Ugye alapvetőleg ennek a Widow Mind-nak jelen pillanatban az a szerepe lett volna, hogy a Mining Time-ot egy kicsit ugye késleltesse itt az X-Men, ne nagyon lehessen bányászni itt Mostennek. Most időközben harmadik bázis. Igen, és jön a harmadik bázis, hogy egész szemben. És kész is van. Igen, készen van a harmadik bázis. Igazából még jelen pillanatban nincsen szaturálva, és semmilyen funkciót nem lát még el, semmilyen érdemi funkciót nem lát el, viszont azt lehet látni, hogy ezek a stalkerek most megindulnak. Ugye nem egy olyan nagyon nagy mennyiségű Blink Stalker armadát fogunk majd látni, egy egészen jó, jól felszerelt PS védelem ellen. Igen, fentről most már ott van kettő darab Marauder, és csatlakozik a háromhoz, Marauderek kellnek, ez rögtön el is blinkel onnan, nem csodálom Mosten. Igen, hát ez a sereg igazából nagyon egyszerűen meg tudja akadályozni. Pláne rámpáról, ugye? Igen, hogy Mosten igazából bármilyen kárt okozzon itt ellenfelének, ezek a Blink Stalkereknek inkább majd később lesz szerintem fontosabb szerepe, esetleges felblinkeléseknél, vagy hasonló mikrójátékoknál például. Lássuk, mire mennek rá a játékosok. Egyelőre úgy néz ki, hogy Mosten a standardet választja, mondjuk itt ez egy elég erős push lesz. Ott jön a Robotics Facility, meg a Robotics Bay, gyorsan lesznek igen, a kolosszusai. Igen. De ezt a push most meg kell fognia. Igen, és 6 perc 38-nál én már hamarabb hoztam volna. A Mastalker egyelőre kevés lesz. Ez jó visszablink. Defenzív vidománynak figyelni arra, hogy mikor robban be. Sikerül kiszedni a Sentryt. Lehet még előre menni, Steam-mel nagyon erős ez a biósereg, de úgy néz ki, hogy nem tudja megtörni a protoss sorokat. Ráadásul ugye ott van az a Shield Battery. Igen, ami nagyon hasznos ugye most ez a protoss épület. És hát igazából elrobbantak a Widow Mine-ok majdnem összese, és nem igazán okozott akkor a nagyon nagy kárt. Most az a Blink az életmentő volt Mosten részéről. Közben ugye itt a bal felső sarokban láthatunk majd egy kisebb kis de ez is lebukik a Xel'Nagatovernek köszönhetően. Igen. Figyeljetek, biztosan igen, láttam Mosten. És itt előjön az, hogy aztán kell, mennyire fontos az, hogy milyen jól kontrollálod a mappot, mennyire látod át az ellenfelet taktikáit, és hiába látja Mosten viszont. És ő éppen harcol odalent, de idefent pedig a bázisát szedi szét a Terrán sereg. Nem igazán látta át itt a helyzetet most jelen pillanatban Mosten, és egy támadás indulna mellett, visszafele. Igen, közben egy kisebb-kis technikai malőr. És igazából itt ez a main, ez majdnem teljesen elesik. Hát ez borzalmas kiesés lesz itt a Protoss játékosunknak. Még most érkezik meg a sereg. Beblinkel előre, vissza tud még vonulni. Kérdés, hogy harcolni akar-e. Megpróbálja visszahúzni, szép a fókusz a medivekken. A következőt is visszahúzza. És egyelőre jól tartja magát a Steam-mel együtt. Ugye jó a kompozíciója is. A stalkerek elhullanak, de bevarpoltak már. Feltakarítják itt a bázisot. Ez nagyon nagy veszteség egy a Mostennek. Bár ő három bázison van, és kettő bázison van még az ellenfele. Igen, igen. Ugye ilyenkor, ugye, amikor realizálja ezt egy játékos, valószínűleg egy agresszívabb pass fogunk majd tőle látni. Ez most is érkezik PS részéről, jön a jó erős marauderekkel felszerelt újabb támadás itt a harmadik bázisra, ahol igazából ez a három stalker nem igazán tud majd érdemeket alkotni. Majd itt a disruptorokkal majd egy sokkal erősebb egység kompozíciót láthatunk majd Mosten részéről. Hát nagyon szépen védekezik ki, ugye folyamatosan hát, kontrollálja igen. A mapot. Meg akarja tartani ezt a bázist, és igazából kulcsfontosság is, úgyhogy a main elesett, de lebuktak a medivekek, az elsőre is esik, második már droppolja ki az egységeket, de ezen nagyon lassú, mondjuk még tudnak a marauderek sebzést okozni, nagyon kevés. Az előző drop után egy ennyire gyenge dropot én nem vártam PS-t, megmondom őszintén. Hát vagy csak most figyelt Mosten. Hát igen, igen, ez is benne van a pakliba, de egészen rossz ívben hozta el szerintem ezt a medileket, tehát ennél rosszabb választás nem lehetett volna egy ilyen helyzetben hozni. És hát nézzük, hogy mi történik igazából itt tech szempontból, jönne Valpris például, Mosten részéről még a másik oldalról jönnek ugye a Liberatorok. Kifejezetten jó, főleg harasszalásra ugye egyetlen egy lövésre pusztítják a próbokat.
Igen. Figyelni kell arra, hogy melyik oldalról esetleg arra támadnak. Az de is amennyire jó. Statikus egységekről beszélünk, ha belegondolsz, ugye a Blink Stalkerek ellen ezek a Liberatorok nem biztos, hogy nagyon hasznosak lesznek, de hát ugye nézzük, hol? Hogy mit mutat a gyakorlat. Találkozik a kettő sereg, nem biztos, hogy PS figyel be, East Team-el próbálkoznak, Disruptor szépen kimenekül, Liberator egy kis időt nyer, de azok a Stalkerek szépen kifókuszolják, nem volt kérdés. Kevés a medivek, hogy támogassa ezt a biósereget, és ketté választja, a harmadik bázis teljesen védtelen egyelőre PS-nél. Igen, igen, és ezt realizálja is igazából. Mosten is errefele pozícionálja a seregeit. Ajaj, az a Factory jelesek, ez nem lesz boldogság. Terítő szándékú Factory ez most már igazából. Hoppa, a Disruptor. A Disruptor, előre mennek, mondjuk megpróbálják kiszállni a Disruptorokat, visszafele Jézusom. Megint egy adag Marin Minus. És a Stalkerek most már létszám fölényben vannak. Igen. Rögtön előre is blinkelnek, megérzi Mosten az előnyt. És jogosan, jogosan, mert előnyben is van Mosten. Mostennek nagyon sokszor láthattuk a kvalifikáció során, hogy egy adott pillanatban nem indult meg a seregével, és várta a csodát, és utána vissza tudta hozni ellenfele magát a játékba, de ez most nem ez a meccs lesz. Előre felblinkel. Kérdés, hogy jó döntése. Érkeznek már az SCV-k is védekezési szempontból, a Disruptort egyre félig meddig kikerüli, vissza kell vonulni, ráadásul oldalról még ott van egy kis segítség Liberator, de hatalmas egyedül a nyomás PS-en. Igen, igen. Ha már a SCV-ket bulolni kell, akkor már nagyon nem állunk jól. Ezt ő is látja. Időközben megvan a negyedik bázisa a Protoss kollégának. Igen, most előnyben van, és egy nyugodt előnyben lehet most egy ideig, mert hogy igazából teljesen nyugodtan tudja szaturálni majd a bázisát, mert PS minden erőforrását erre a frontvonalra összpontosítja, és igazából nem igazán tud mit csinálni, nem igazán tud droppolni, nem igazán tud csipkelődni, ami egy terra annak elengedhetetlen ebben a szituációban, egy ilyen meccsában, meg főleg Protoss ellen. És igazából Mosternek ezt a részt kéne itt meglátni, egy teljesen védtelen pozíció. A Liberatorok minden átpozícionálnák magukat, réges-régen bent lenne ez a sereg már a mining részen. De PS nem hagyja magát, PS átpozícionálja magát, látja, merről érkezik ez a Protoss sereg. És Mosten egy kicsit ilyen csiki-csuki játékot játszik most jelen pillanatban. Igen, ezt meg tudja tenni, hiszen védekeznie kell folyamatosan. Első Liberator eresik, a második is ki van fókuszálva, a Disruptorok mennek előre, egyelőre kevés, Isten. És jó a visszasteam. Mondjuk a Disruptor megint nagyon jól védi meg a sereget. Mihelyt ráfutna PS, érkezik egy Disruptor, kész, szétrobbantja azt a adag Marint, vagy Marudart. Igen. És érdekes amúgy megfigyelni, amúgy ezek a Disruptorok a saját egységeit is megölték Mosznak egy jelentős részét, az egyik Disruptor, amit elvett vissza, és ott is most ismét érdekes a támadás. Egyelőre jó, a robbanások erősek. Kérdés, hogy fel tudja venni a versenyt ezzel a sereggel PS, védekezni még tud, de folyamatosan érkezik a Warpin. Igen, és a supply szám nem azt mutatja nekem, hogy Mosten olyan jó támadásokat hozna létre, ugyanis egyre csökken a különbség a két játékos között egyszerűen. Most úgy néz ki, bevállalja Mosten, előre blinkel, egy, kettő Liberator elesik, még egy van talpon, és úgy néz ki, hogy ez a védekezés teljes, rá tud-e futni most PS Mosten seregének maradékára? Igen, és mondhatni lassan, de biztosan PS visszahozza magát a játékban. Egy pillanatra már úgy tűnt, hogy ez a játék veszve van számára, de úgy látszik, hogy meg tudja oldani ezt a védekezést, hogy elszóltam magam? Vagy elszóltam magam? Blink előre, kettő Liberator már a hullázsákban, itt a harmadik is. Egy pillanatra langadt el PS figyelme is, már Mosten vissza tudja hozni azt az előnyt, amivel rendelkezett. És a Disruptorok nagyon-nagyon jókat sebeznek most ebben a támadásban. Egészen sok egységet meg tudtak ölni, és hát igazából közben ezek a Liberator. Ott azt a minden egy teljesen kiszedte, erre van ugye a Liberator, szépen elküldte, de úgy néz ki, hogy kiszorítja Mosten a védekező állásából PS-t, ezért vissza kell vonulnia, mondjuk ott van neki a másik, most már harmadikként funkcionál a bázis, ami a negyedik lenne. Fél szaturált bázis, úristen, a Disruptorok! Mennyi fölösleges damage! De hát úgy látszik, utána vissza is adta azt. Így van, hát átváltott ilyen félig levegő, és nagyon jól mennek nekik, vagy neki ezek a Liberatorök. Mondjuk most itt van, esik az első, itt a második, és meg kell szüntetnie a bányászást ezen a bázison is. Kettő bázison van a négyel szemben, mondjuk ott is láttuk, hogy ugye Mosten is kapja az áldást a Liberatoröktől. És PS az utolsó lehetőségeibe kapaszkodik. Ez a pár Marauder, illetve Liberator tartja benne a reményt, de meddig az minden esik, és itt az első játéknak a vége.
Mosten behúzza az első meccset, borul a papírforma, megyünk a következő pályára. Így van, Mosten nagyon szépen játszotta meg ezt. Volt egy drop, aminél azt hittük, hogy PS elég sebzést tud, és elég kár tud okozni az ellenfél bázisán, de Mosten jobb serekompozícióval, jó disruptor használattal be tudta húzni az első mérkőzést. Igen, és azt mindenképpen ki kell emelnünk, hogy a kvalifikáción látott Mosten játékokhoz képest ez egy sokkal, de sokkal összeszedettebb, és sokkal, de sokkal jobban fókuszált játékosra utal itt a döntőben, akitől Szabinak félnie kell, akármilyen profi is ő már ezen a színpadon, akár hányszor volt már itt. De lehet azt látni, hogy Mosten borzalmasan sokat készült erre a döntőre. Volt is PS-szel interjúd, ugye az elődöntő után, mikor bekerült, hogy féle a mondókon döntős Mostentől, és azt mondta, hogy igen, mert hogy van egy hét konkrétan, amíg tud gyakorolni, és valószínűleg ezt PS-t kevésbé használta ki, Mosten megmutatta, hogy igenis meg tud újulni, igen, nem hagyja magát, és most ugye nála a lehetőség, hogy valamilyen cheesy taktikát alkalmazzon, mert PS ugye ezzel kínálta meg az elődöntő második meccsében. Igen, és hát ugye én úgy gondolom most jelen pillanatban, hogy Mosten az a tipikusan az a játékos, aki hogyha egy taktika beválnál, akkor még egyszer bepróbálja. Tehát én ezen az oldalon állok, de majd ugye el fog dőlni hamarosan, meg is nézem, hogy esetleg van-e valami. Ez a valami nem romlott el, akkor azt ne javítsd meg kategória. Mondjuk szerintem most már készülni fog PSR-re. Igen, igen. Ugye jelen pillanatban Szabinak ez egy ugye eléggé keveset játszott meccsapja lehet, aki nem tudná, hogy a PS-ről van szó. Pásztor Szabolcs PS. Ugye a nick neve is innen ered. És hogy én azt mondom, hogy ő keveset gyakorolt szerintem erre a meccsapra. Nem igazán gondolta azt, hogy Mostennel fog találkozni itt a döntőben. Sokkal inkább egy TVT párharca számított, mint ahogy az mindig is jellemző volt a mondokon finálékra az elmúlt időben. De hát a sors úgy hozta, hogy egy Protosszal kell szembe ütköznie. És hát eddig úgy látszik, hogy egészen erős Protosszal találja magát szembe. Igen, megdolgozott Mosten azért, hogy itt legyen, és úgy néz ki, hogy a győzelemért is meg akar dolgozni. Ez teljes mértékben rendben van. PS mit rontott el? Tehát, hol volt szerinted a hiba az első mérkőzésben? Hát igazából az a probléma, hogy ez a Liberator játék egy kicsit erőltetett volt. Nyilvánvalóan valamit ki kellett találni a disruptorok ellen, valahogy védekezni kellett, de egy sokkal, de sokkal agresszívabb Szabit akarok látni a második mérkőzésen, és egy pontosan ugyanilyen Mostent. Megnézzük, hogy sikerül-e. Szabinak nem tudom, hogy a dropok helyenként nem jöttek be, ugye volt, talán a legelső drop volt az, ami nagyon hamar lebukott, ugye ott igen. Voltak Szelnaga tower, amit kontrollált azzal az adaptal, és amiatt lehetett ilyen gyorsan leszedni PS-nek a próbálkozását, onnantól kezdve pedig már ugye vég hátrányban játszott, tehát hamarabb is sikerült expelni a Mostennek, hamarabb tudott mindig terjeszkedni, és volt ugye egy pont, amikor PS megindult két bázisról, de azt is sikerült megfogni. Igen, igen, igen. Mostennek ebben a meccsben minden összejött, de vajon összejön neki megint? Ez katalisztán ki fog derülni hamarosan, amint betöltünk és be is töltöttünk. Váltjuk is a képernyőt. Az előző mérkőzésen alul maradt játékos található a jobb alsó sarokban. Nagy tapsot szeretnék kérni PS-nek! Bal felső sarokban közben pedig Mosten az előző mérkőzés győztese Protossként sárga színekben található. Ugye beszéltünk róla, hogy ő az, aki most talán bepróbálkozhat valami korai agresszióval. Igen, mindenképpen kíváncsi leszek rá, ez a pylon, illetve ez a gateway nem igazán arra utal, hogy itt valami cheesy játék lenne. Jelen pillanatban a játékképe hasonló az előző mérkőzés early game-éhez, super early game-éhez. Nem mondtad is, hogyha nem volt rossz, akkor ne változtass rajta. Igen. Kérdés, hogy PS mennyire fog készülni erre az egészre, ő mennyire fog tudni agresszívra, vagy mennyire megy ő most agresszívra, mert az előző alkalommal nem igazán várt be neki. Tehát tényleg ő volt az agresszívabb játékos,
Most lehet, hogy ő is inkább átmegy, kicsit makrósabban védekezik, felhúz pár tankot. Igen, ahogy az a... az már nagyon-nagyon sok versenyen előjött, Mosten ereje a védekezésben van. Az, hogy ő kivédi azokat a támadásokat, amik ellen, amit ellenfelei irányítanak felé, és utána abból próbál majd építkezni, abból próbálja az előnyét kikovácsolni igazából, és igazából ez azért is lehet fontos, mert a Szabi is egy makrósabb játékba akar belemenni, amit te is mondtál itt az előbb, akkor Mostennek azért lehet problémája, mert azért láttuk már Pélyeszt makrózni, és egy egészen erős játékosról van szó. Természetesen itt nem Mosten érdemeit szeretném lebecsülni, de... Az SCV nagyon szépen dinájolta időközben igen. gázszedést. Szóval nem Mostennek az érdemeit szeretném itt elvenni, egyszerűen csak Szabi egy nagyon erős makrójátékos is tud lenni, ha akar. Várom a Reaper-t, igen, meg is érkezik, ugye a szokásos PS Reaper. Én kérdés, hogy tud-e vele valamit kezdeni, hogy az előző alkalommal nem igazán sikerült, most is egy adaptin a megállítására. Ugye tudni kell az adaptokról, azért viszonylag lomhák, tehát hogyha jól irányított Reaper gyönyörűen ki tudja táncolni. Igen, ugye, viszont azt látni kell, hogy ezen a pályán nem igazán sok ugrási lehetősége van, kiugrási lehetősége van ennek a Reapernek. Így inkább csak derítési célt fog szerintem szolgálni, és aztán visszamegy. Ó, egyelőre szépen csinálja. Sejt valamit ezzel az adaptal. Fent van az adaptal, minden... És most odalent tudna agresszívoskodni PS, hogyha észreveszi, észre is veszi. El is kezdődik a próbántalmazás. Igen. És megint időt nyer, tehát mining time-ot veszít időközben, felmegy és ugrás közben szép volt a mikró. Igen. És Mosten igazából egy lépéssel előtt a járt PS-nek mondhatni. Ez egy egészen egyszerű hír volt ennek az adeptnek, és nézzük igazából közben, mi történik a pályán. Ajajaj. Hát ez még később okozhat problémákat itt. Illetve a makrójáték. Két... Igen. A makrójáték. Hatalmas idézőjelek között. Két darab Helion látható ilyen védekezési szempontból, ezt az adaptot megölje. Igen, kérdés, hogy el is indulnak felé. Lebukott. Hát, igen. Ahogy te is említettek, ezek az adaptok nagyon-nagyon lomhák. Így a Helionok azok valószínűleg egészen hatásosak ezek ellen a egységek ellen. Valószínűleg itt majd Helion drop fog érkezni PS részéről. Nagyon egyszerű, standard játék. És megint jön a Blink. Igen. Előző alkalom is nagyon jól használta ugye a Blink Stalkereket, és egyelőre nincsen változás. Igen. És az a StarCraftban általában egészen sokszor érvényesülő metódus, amit már mondtunk, ez a jó ne változtas dolog érkezik Mostentől, ismételten Gateway. Specifikus játékot látunk, ami ugye PvT-ben el is várt egy Protoss részéről. Blink, Stalkerek valószínűleg utána majd érkezni fognak a Shieldbe, pedig már ezek meg is érkeztek közben a pályára. Védekezési szempontokból, hogy... Ó, jön a drop, le is kerülnek ezek a Helionok, mondjuk túl sok sebzésére nem tudnak osztani, egy kevés drón megvan, sőt még mindig ilyen a 2-3 Stalker, egyébként kevés hozzá, mondjuk 2 Helion elpusztul, mennek is az alsó Mineral Line-ra. Folyamatosan jó a sebzés, még egy-kettő, de nem, mert valamiért a Nexus tütik. Na, igen. Még kettő próbot. Egyelőre ez nem rossz sebzés, amit itt sikerült ki, azt mondja, de még egyelőre kevés. Ráadásul ott van, a harmadikat is észreveszi. Igen, PS nagyon jól látott a scoutolni ellenfelét, mindent látott Mostenből, még fordítva ez nem igazán igaz. Tehát Mosten nagyon-nagyon keveset lát ellenfeléből, jelen pillanatban PS uralja. A pályát, nem azt mondom, hogy a mérkőzés, inkább csak a pályát, és most egy egészen erős stalker támadást fogunk szerintem látni. Hát de... Vagy nem. De vagy meg nem. Fog indulni, mert ugye ott mindjárt kész lesz a blink, és fel tud majd blinkelni, ott van az a jó kis bunker, egész jó védekező. Kérdés, hogy fel tud-e blinkelni a mainre? Hát benne van ennek a szisztenet. Nincs javítás a bunkeren, most indulnak meg, leesik a medivek, de megvan a javítás. Ráadásul a tank is már be tudott segíteni, jó a védekezés. Nagyon jó védekezést láthatunk PS részéről. Ajaj. És ahogy azt már előbb említettem, nagyon-nagyon jól vannak pozícionálva a tankok, vagy te is látod a range-ük, teljesen Proxy Starport viszont bajban lehet. Elkezdik be is blinkelnek alá, ki kéne futni, addig amíg a Starportot ütik. A kevesebb mint fél élete van, PS nem igazán figyel rá, egyelőre meg tudja védeni, és nem fog elégni, mert ott van lehetőség a javításra.
Igen, ismételten az utolsó pillanatban kapta el PS a épületét, hogy meg tudja javítani, és hát már most full HP-n van ez a Starport. Jelen pillanatban a mérkőzés képe egy kicsit hasonlít az előzőhöz. Három bázis a kettő ellen. Mosten inkább előnyben lehetne, de nincsen, ugye, mert még a harmadik bázisra nincsen szaturálva, de hamarosan valószínűleg itt a sárga résznél egy nagyobb számot fogunk látni, mind minerálnál, mind gáznál. Ez már csak idő kérdése. De hát nézzük, hogy ezek a stalkerek tudnak-e még gondot okozni, vagy most már igazából PS átveheti a kezdeményező ezzel szerepet. A kettő tankkal, meg a Marine Marauder sereggel már megindulhat ő maga, és meg is teszi, el is üldezi a stalkereket, és PS is érzi időközben, hogy most már neki is terjeszkednie kéne. Megint itt van a két bázisos push, amit meg fog tenni a harmadik bázisen, de hogyha nem hagy itthon semmit ezek a stalkerek, vérfürdőt fognak rendezni. És el is indul a vérfürdő. Itt ki kell cancel, jó a medivek. De nem. Én azt sajnálom, hogy cancel, cancel, nincs! Elveszített 400 minerált. 400 minerált. De még el sem kapta a stalkereket. Igen. Hát megy a csiki-csuki ismét ezen Mosten részéről, de hát mire jó, ha nem erre a Blink Stalker. És nagyon sok sebzést kell okozni a PS-nek, hogy valahogy Eggárral hozza ki ezt az egész történet, de megint itt vannak. Mondjuk a Marauderek egyelőre jók, sikerült volna visszahúzni egyet, de jó volt a fókusz. Igen, és Mosten most realizálja, hogy mivel találja magát majd szembe. Itt a harmadik teljesen védtelen. Tényleg nincs túl sok védekezés, most érkezik a Warpin, de már viszonylag későn egy stalker rögtön elhullik, ott egy disruptor, figyelni kell rá, jól ki tudja húzni, egy pályán elesik, most viszont a bázist akarja fókuszálni, bázist a bázisért, de figyelni kell, a stalkerek szépen széthúzzák magukat, mekkora sebzést okoznak hátulról a tankok, disruptor elesik, előre blinkelnek, egyre még a biósereg egy része él, a tankok ki vannak fókuszálva, és onnantól kezdve pedig le kell lépnie innek PS-nek. Igen. Kettő Marauderrel lehet dolgokat csinálni, de a bázisban igazából nagy sérülések nem keletkeztek, sereg a seregér, és továbbra is három bázis a kettő ellen. Igen, viszont Mosten nagyon-nagyon sokat veszett az Army valójából. Igazából egyetlen egy disruptorja maradt, és mondjuk valamennyi stalker, egy tucat. Ezzel szemben itt már a Marauderek száma PS-nél nagyon-nagyon jelentős, és nagyon-nagyon fontos is lehet majd később ez. És édes Istenem, hát mekkora szerencséje van Szabina! Most ezt realizálnia kell, észreveszi-e Szabi? Igen, igen, a disruptor el fog esni. A disruptor el fog esni. Az a két stalker is elesik. Értelmetlenül. Édes Istenem, hát mennyire nagy szerencsén múlt ez most. És most jön a kergetőzés egy kicsit, és Szabi meg fogja találni ezt a stalker sereget, és a stalker seregnek nincsen menekvés. Azt mondta most PS, hogy ennek itt el kell esnie, és ezzel hatalmas előnyre tehet szert a mérkőzés további részére. Igen, a sereg elesik, de továbbra is ugye elég sok ideje van már három bázison Mosten, és most már ki van neki a negyedik is, azt is lehet támadni. Sereg ügyileg viszont egyelőre nem áll olyan jól, mint az előző mérkőzésben. Egyáltalán nem áll jól Mosten. Összesen két disruptor, 5 darab stalker és egy szentria rendelkezésére. Látja ő is szerintem a problémát, és most itt az idő. Elindul a csata, előre küld egy párat, felderítés célpontjára vissza kell menni. Igen, egy disruptor összesen egy marauder tudott megölni, ez nagyon-nagyon kevés, és ezután, a két disruptor shot után tud majd megindulni PS, nincsen több disruptor, maximum még egy érkezhet, az eléggé messziről érkezik. Most ennek ki van szorítva a sereg, és szépen kifókuszálta a Nexus, igen. Most lehet egy kicsit visszább menni, disruptor nem megy elég jó a robbanás, és fel tudja venni a versenyt PS. Igen. Teljesen ki vannak szorítva a disruptorok, én úgy veszem észre, hogy nem igazán tud mit tenni ezekkel a disruptorokkal. Most jelen pillanatban Mosten nem tud velük annyira effektív lenni, mint az előző mérkőzésen, és ez probléma, ugyanis Szabi most már két darab bázisát is megölte Mostennek, ezek két bázisra szorul vissza, és inkább, ha most megnézzük, Szabi majdnem dupláját szedi, mint Mosten például minerálnak, de a gázba is előtte jár, és jaj, az a disruptor mekkora damage-et tud viszont most kiosztani. Egyből megcáfol Mosten. Igen, most itt hagyja PS a seregét, disztrúzat, el tud futni egyelőre. Igen. Nem tudom, hogy észrevetted-e, de Mosten-nek az a taktikája jelen pillanatban, közben egy taktikai szünet, nem taktikai, bocsánat, technikai szünet. Tehát nem tudom, hogy te például észrevetted-e, de Mosten-nek az a taktikája, hogy egy disztruktor beáldoz azért, hogy Szabi ráfókuszáljon, és közben hátulról egy másik disztruktor elkezd támadni.
ezzel az hatalmas damage-et tud kihozni, és így igazából pozitívan jön ki Mosten a támadás végén. Így van, van egy csali, és aztán utána a hátulról megpróbálja elkapni az egész sereget. Ez egy egészen érdekes és egészen jó taktika. A kérdés az, hogy Szabi ezt valahogy ki tudja küszöbölni, PS meg tudja ezt valahogy oldani, és ahogy már itt láthatjuk, itt bal alul már megjelentek a adeptek, és valószínűleg majd ezt a éppen... Menekülő Mineral-lányt, igen. Mineral-lányt majd. Ott majd szerettek volna elkapni. De ez az, hogy kettő bázis, akkor most a kettő bázis ellen, mert a PS-nek a harmadik bázisa is teljesen le van esve. Technikailag most így állunk. Kérdés az, hogy tudunk-e ezen változtatni. Én arra gondolok itt főleg, hogy ha jól látom, akkor itt már egy sereg érkezőben van. Pauz. Úgy látszik, hogy nekünk is jóvá kellett. Mi vagyunk a rifli, igen. Igen. Rajtuk nem múljon, amíg jó. Adaptek akkor lebuknak, érkeznek is a mulok, hogy az elveszett mining time-ot pótolják, viszont nézd meg azt a sereget, ami jön egyelőre Mostentől. Édes Istenem. Hát itt igazából mondhatni egy ilyen utolsó csatát lehetünk majd látni. És mert... nincs negyedik bázis, Mosten oda ment volna. Igen. Itt minden ezen a négy disztruktoron fog múlni. Szabi észreveszi a Mostennek a trükkét, vagy éppen Mosten tud beújítani valamit. Úristen, az első megvan. Marad három, a második nem igazán jól sikerül. Minden figyelni kell. Visszavonul Mosten, ugye onnantól kezdve, hogy látod, hogy nincs negyedik bázis, tudja, hogy ő az, aki talán félig meddig előnyben van. Azért PS-nek kell kicsit agresszívabbnak lenni, ő az, aki rá is megy már a 2x2-re. Talán azt akarja megvárni még a nagy csata előtt. És érkeznek a Liberatorok, amik amúgy sokat segítettek neki. Áj, az a baj, hogy ez a Medivac nagyon hamar lebukott, így egy teljes csapatot. Megint rosszokból indult el. Igen, ajajajaj, a Disruptor. Nagyon-nagyon gyors, nagyon-nagyon gyors ez a Disruptor. És ez lehet Mostennek igazából az erőssége most, hogy ezek a Disruptorokkal milyen jól tud majd operálni ebbe a fightba. Liberatorök. Két Liberator pozicionálása is sok fog majd múlni. Az egy nagyon-nagyon szép mikroboltok PS-től. Ott ez viszont már kevésbé volt jó. És Liberator kontroll. Ott mászkál. Teljesen fölösleges. Ezek a Disruptorok nagyon-nagyon fájnak PS-nek. Folyamatos nyomás. Igen, nem tud kiexpelni. Megpróbál valamit oldalt összehozni. Érkezik némi adept csapat. Igen, amíg észreveszik a droppot, és egészen nagy károkat is tud besétálnak. Okozni. Konkrétan besétálnak PS-nek a naturáljére, és a Liberatorok valószínűleg el fogják ezt majd intézni, de így is szerintem ezt teljesen megérte most jelen pillanatban. Mostennek ez a négy Liberator. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy tud-e valamit kezdeni PS ezekkel a disztruktorokkal. Két disztruktorsot kijön, de hát már annyira sok van, hogy igazából majdnem egymás után érkeznek majd ezek a támadások. És mit lehet ez ellen kezdeni? Mit lehet ez ellen kezdeni? Szabi nagyon jól látja, hogy mit lehet ez ellen kezdeni. Próbálkozik valamit oldalt összehozni. Ez az Expez ilyen, nem tudom, nagyon bold verzió. Nagyon, nagyon veszélyesnek tűnik. Bár egyelőre nincsen megbüntetve. Érkeznek a Liberatorok védekezési célra. Blink előre. Most nem fognak tudni elblinkelni, és ez lehet egy nagy hiba Mostán részéről. Mindenképpen, amit mi nem vettünk észre, az az, hogy ez a Command Center igazából egy csali volt, hogy ráforszoljon Mosten, és ezek után a Disruptorok shotjai, ha kijönnek, akkor a Liberatorok a statikus, még éppen statikus Disruptorokat meg tudják ölni. Pár Disruptor el is esett, de nem annyira jelentős számú. Most PS tud büntetni egy ideig, most ismételten charge-oltak a Disruptorok, és így igazából tudnak újra damage-et kiosztani. Nézzük közben, igazából ez a drop nem volt valami hatásos, én úgy lőttem észre, hogy... Nem, mindenki él, viszont a necs, megint a harmadik bázis az, ami elszenvedi az adapt csapatot. És megint előre blink, próbálkoznak védek, nagyon jó Liberatorek esnek el egymás után. Szép az előre blinkelés és a sznájpolás. Borzalmasan sok Liberator, semmiére esik el egyszerűen. Nem tudom, hogy most PS teljesen össze van zavarodva szerintem. Jelen pillanatban mindegyik bázis a támadás alatt van az adetteknek, hála. És Mosten
átvette a vezetést. Tehát a mainen is szórakoznak. Mindenhol konkrétan. Igen, hát igen, ugye itt már annyira nem is kell nekik, de ezen kívül a Naturalen is, illetve a harmadik bázison is egy egészen nagy kárt tudott itt okozni ez a pár darab adept. Ugye a Planetary Fortress-szel ment előre, és miután ez megépült, az egészen jól bírja a Stalker sebzés, de megint nem figyel, elég egy disztruktor fáj. Jön a második, ezt egyébként ki tudja kerülni. Igen. Most viszont mehet erőre, de megint ott volt egy hatalmas robbanás. Ugye a biosereg nagy része elhullik, és előbb vagy utóbb nagyon kevés lesz a serege PS-nek. Nézzétek meg a supply számot is. Igen. Ismételten Mosszan átvette a vezetést, ismételten... És adeptek folyamatosan, mondjuk most ott volt egy, hogy ott van egy Liberator, aki ezt megoldja. Igen, de mire ez a Liberator megöli ezeket az adepteket, addig már ezeket az adeptek bőven megérik az árukat, bőven ghost effektívek lesznek. De és közben megy ezért, a harc. Ezért igazából így most PS egy kétfrontos harcot vív. Egy olyan Mosszan ellen, aki szintén két fronton harcol, viszont az adepteket igazából nem nagyon kell semmit csinálni, csak bemegy velük és üt atak. A betű. És így igazából PS most hátrányban van. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nem látok sok esélyt arra, hogy ezzel a masszív disztruktor számmal rendelkező sereg ellen a megoldást talál majd Szabi. Ugye a Liberatorokban keresi ezt a megoldást, kérdés, hogy erre lesz-e majd válasz Mosszan részéről. Én közben lehet látni, hogy érkeznek a Tempestek is, ami egy érdekes választás Mosszan részéről. Távolról leszedi a Liberatoreket. Mindenképpen jó lesz PS sereg kompozíciója ellen. És hát úgy látszik, hogy Mosszan nagyon előre blink. Minden egyes ilyen előre blinknél azonnal elhullik egy Liberator. Ez nagyon nehéz az ellen védekezni időközben. Mosszan is megtette azt a lépést, hogy előre expelt. Már ő is öt bázison létezik, mondjuk abból. Talán kettő vagy három, amiből ténylegesen bányászik. Kérdés, hogy van egy detektív egység? Nem igazán van. Ó, mondjuk ott le fog buknia. Hát igen, ott a turret, de későn veszi észre szerintem majd ezek, SPS. Ezek határozottan jobbak, mint az adaptok. Igen. És ez a három éppen semmit tevő SCV már el is esik. Ó, időközben megy a csata. Legalábbis próbálkoznak. Folyamatosan védekezik PS. Ugye az, aki Liberatorökkel kicsit háttébb tudja tolni ezt a frontvonalat, és az ilyen kószáló stalkereket megbüntetni. Elül is megy a bájóval, és ez elég. Megpróbálják kiszedni. Az a baj, hogy nem igazán figyel most PS erre, hogy Mosszan erre a seregre, de PS nem tud rámenni, és teljesen feltakarítva. Night scan, helyes. Igen, de megint az történt, hogy Mosszan bejött PS-nek a bázisára, és már most megint ismételten egy olyan kárt okozott ezzel PS-nek, amivel nem tudott mit kezdeni. Tehát ismételten azt látjuk, hogy Mosszan teljesen kontrollálja a meccset, nagyon agresszív és nagyon erős. Lássuk. Valamit kéne csinálni Mosszannek a bázisaival, mert az oké, hogy megy a csata, meg próbálja az utolsó szalmaszába kapaszkodni PS, de ez egyelőre kevés. Nem tudom, hogy Ghostok mennyire segítenek ebben. Mert próbálkozik Ghostokkal, megint kettő Liberator, mindjárt elesik a harmadik, és úgy néz ki, hogy ez a csata egyébként döntő lesz Mosszan számára. Neki ennyi elég volt ez a pár Liberator, ráadásul ráblinkel, a Liberatorok nagy része elhullik, Planetary Fortress még tud védekezni, de most már csak a biosereg marad. Igen, de ez a biosereg elég lesz-e? Azért nyilván tudjuk, hogy a Marauderek nagyon szívós egységek, de nem igazán tudnak mit kezdeni a légi egységek ellen mondhatni, tehát konkrétan semmit. Mert nem tudnak a égbe lőni. Erre lesznek majd valószínűleg ezek a ghostok itt. A kérdés az, hogy meg tudja ezt állítani. Nézzek azt a range-et, amivel kiszedik. Hiába érkeznek új Liberatorok, hatalmas távolságból takarítja el őket Mosszan, és azzal, hogy lecsipegeti ezeket a Liberatoröket, nyugodtan bevonulhat és eltüntetheti ezt a bázist. Utána pedig a blinknek köszönhetően rá is tud menni az egész seregnek, konkrétan az arcába. Igen. Mit csinálsz ennyi Tempesttel? Katasztrófa. Megpróbálj őket kifókuszolni, de a Stalker sereg még mindig itt van, disztruktorokkal kiegészítve. Az utolsó szalmaszálként próbálkozik védekezni, ez meg kettő vagy három Marauderrel, ez egyébként nagyon-nagyon kevés. De nem akarja még meghúzni a legutolsó ravaszt, Mosszan. Tempestek teszik a dolgokat. Igen.
De igazából ez a mérkőzés ismételten úgymond már majdnem el van dőlve. Innentől kezdve Szabinak nagyon-nagyon kevés esélye van visszajönnie. Konkrétan a meccs eldőlt, ez a penetrai fault ez tartja talán még PS-ben a reményt. Igen, próbálja is. És megvan a GG, a második mérkőzés is. Mosten 2-0-val vezet. Hihetetlen. Hát nem hiszek a szememnek. Esküszöm, Csíp meg, Axmart, én ezt nem hiszem el. Nagy meglepetés. Borzalmasan nagy meglepetés. És tudod, mi a legszebb az egészben? Ez egy igazi Dávid és Góliát harc, mert Mostennek ez az első offline döntője. Azta. PS-nek pedig már nem az első, az nem, biztos. Nagyon nem az első. Ez hihetetlen. Egyszerűen nem hiszek a szememnek. És megint szótlan az, vagyok. Megint az volt, amit mondta, hogy nem lehet konkrétan változtatva Mostennek a sereg kompozícióján. Ugyanazt használta. Igen, illetve én egy újabb problémát véltem felfedezni, ez pedig az, hogy jelen pillanatban PS nem igazán tudja olyan jól kontrollálni, ahogy azt tőle elvárt és megszokott az egységeit. Látható volt, szerintem a legjobban ez az a három darab SCV reprezentálta, amely nem is dolgozott, csak ott állt a Mineral Line-on, a folyamatos adept push miatt állandóan el kellett őket húzni, és nem voltak olyan jól kontrollálva, nem lettek egyből visszahúzva, és ez probléma volt, és nézzük, hogy mi lesz a következő pálya ezen a BO5-ös döntőn. Lehet, hogy a mai nap utolsó mérkőzése fog következni itt, a Mondokon PC Gurusó Stark2-ös fináléján. 2-0-ás Mosten vezetésnél jelenleg még nem kaptunk invert, szóval nem a következő 1-2 percre fog indulni ez a döntő. PS-től azért most elvárnék egy győzelmet, de beszélgettünk itt az elején, hogy alapvetően mi is lesz itt a játékosok taktikája, és 2 győzelem után ugye bosszúként megfordulhat Mosten fejében, hogy egy ilyen cheesy taktikot bevállal PS-szel szemben. Igen. De az is lehet, hogy igazából miért változtatna, hiszen eddig nagyon-nagyon jól működött neki, gyönyörűen makrózott, mindig időben expert, meg tudta őket védeni, jól tartotta a nyomást PS-szel szemben. Igen, tehát az is lehet, hogy nem változtat, nem akar könnyű győzelmet. Ha most tippelnem kéne, ami úgy látszik, ugye, ahogy te is mondtad, így a nap elején már nem igazán jött össze, mert én ugye egy PS győzelemre tippeltem. Kettőnk között még, annó. Hát igen, mert az elődöntőben is játszottak, tehát ugye azért nagy meglepetés ezzel, hogy ott is igaz egy eléggé durva első mérkőzés után, de 2-0-ra nyerte meg PS a találkozójukat, most viszont Mosten felhúzta magát, felszívta magát, és itt igen. Van a döntőben, már azt számít, hogy ki nyer. Én egy hasonló játékot várok igazából, mint az előző 2 Mosten részéről. PS játékában várom a változást. Hogy milyen irányban, vagy milyen build orderben, vagy mennyire cheesy-n, az igazából rajta fog múlni. Volt már rá példa ezen a színpadon, hogy Szabi valami teljesen mást hozott, mint ami az a standard, az elvárt ebben a helyzetben. És 2-0-ás Mosten vezetésnél Magabiztosan a lehet, hogy az utolsó mérkőzésbe. A jobb alsó sorokban Mosten. Sárga színekben Protoss játékos, bal felső sarokban pedig Terránként. Ő az, akinek most nagyon meg kell mutatni, hogy mit csináljon. PS! Kék színekben. Igen, és hát ő előjött az, amiről beszéltünk. Igen, próbálkoznak a játékosok. Gyorsan a képet váltsuk át. Igen, és most már ti is látjátok. Most már ti is látjátok, amit mi látunk, de hát... Lebukott a dolog. Semmi baj, azonnal cancelte is, visszatérhet a szokásos medrébe maga a mérkőzés. Kérdés, hogy PS ekkora vesztesége meg tudja oldani, de megint ott van, és megint lebuktatja Mosten. Mondjuk ez az engineeringben inkább delay-re. Igen. Ugye nyilvánvalóan az, hogy lebukott az az SCV, az már egy elég nagy delay Terran részről. Főleg itt 2-0-ás állásnál borzalmasan stresszes lehet ez most jelenleg a Terranunknak, de azt látni kell, hogy ez az Engineering Bay is egy nagyon jó dolog ebben a szituációban. Valamilyen szinten PS
ezt ki is lehet edni, tudja ezt a hátrányt, és visszajöhet valamilyen módon a játékban, de én most... Igen, de az a baj, hogy ezzel szemben az is lehet, hogy rákényszeríti Mostent egy korai támadásra. Igen. Tehát, hogyha nem engedik így expelni, akkor Mostennek ugye az lehetőségei eléggé visszaesnek, meg korlátozódnak, és akkor utána dönthet úgy, hogy inkább ő egy alapvetően delayert terrán ellen megindít egy erős támadást. Igen, igen, ez nagyon jól lehet látni, hogy valószínűleg ez fog érkezni majd Mostentől. Minden jel arra utal, hogy egy agresszív támadást láthatunk majd tőle. És ezzel szemben, hogyha PS ugye kiekszel, és nem tudja ezt kivédekezni, hatalmas bajban van. Ez a probe, ez le fog esni, de azt már tudja, hogy PS kiekszel. Igen, igen. Láthatja azt, hogy Szabi megpróbál visszaállni erre a makrósabb játékra, de kérdés az, hogy elég lesz-e ez? Tehát tud-e olyat húzni Mostem most jelen pillanatban, hogy az elég legyen arra, hogy be is fejezze a játékot? Nyilvánvalóan itt a következő percek arról fognak szólni, hogy Mostem támadni fogja PS-t, és hogy PS védekezni fog nagyon-nagyon erősen, hogy a makróját megtartsa, és hogy elég erős lehessen, és előnyt tudjon abból kovácsolni, hogy hamarabb lesz kész az ex-fia, mint az ellenfelének. De hogy igazából jelen pillanatban én azt látom itt a megoldásnak, hogy Mostem be is fejezze ezt a meccset, de szkeptikus vagyok. Ahogy haladunk előre a játékban, én azt látom, hogy Mostem nem akar annyira agresszív lenni, mint amennyire az elvárt lenne most tőle. Igen, most ugye lehetőség van, hiszen ő van előnyben, ő tud rámenni agresszívan PS-re, ezzel szemben, hogy a PS most szépen bemegy, feliscoutolja a történetet. Igen, igen. És nem lát túl sok mindent. Nem. Lehet gyanús is. Igen, a Twilight Council-t, az, hogy leraktam most jelen pillanatban Mostem, az egy nagyon jó döntés volt, mert így igazából sejtésesen lehet az itt érkező kis szépségről. Csúnya dolog ám. Viszont úgy néz ki, hogy egy elől kicsit védekezőbb verziót választ PS. Ugye a hátrány miatt muszáj, tehát hogy ha érkezik is támadás, akkor az valahogy ki kell védekezni. A vidománok mennyire lesznek hasznosak ilyen esetben? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye most jelen pillanatban nincsen blinkfejlesztés, így sokkal rizikósabb produsz szemszögből egy ilyen taktika. Én mégis inkább azt mondom, hogy a vidománoknak jelen pillanatban sem olyan funkciót kell ellátniuk, hogy védekezzenek, mert ez a bunker éppenséggel elég lesz ahhoz, hogy megfogja ezt a early támadást, ami ugye, ahogy mondtuk, elvárt Mostentől a játék ezen szakaszán, ilyen helyzetben, de hát, hogy mennyire jól játszik két fronton Mostent, azt most meg tudja mutatni. Nézzük, hogy mi érkezik most jelen pillanatban. Na, lássuk, jön a drop. Szépen le is ássa magát, egyébként egy elég. Menekülő útvon arra még egy szép nagy adag próbmennyiség, és a második adag is. Szép nézzük, volt PS-től a fordítás. 9 darab drón esik, vagy 9 darab prób esik el, bocsánat. Ez nagyon-nagyon sok. Itt a Liberator, ez a támadás. 2.0, egy darab egyelőre, de nagyon hamar eltűnik az a bunker. Jó volt a force field, bajban vannak a marinok, második bunker messze nincs még készen, mondjuk a Liberator úgy néz ki, megfogja. Igen, és van egy siege tank, mégpedig high groundon, ami ezen a pályán nagyon nagy előnyt tud jelenteni majd, ugye, PS számára. Ez a kettő immortál nagyon sok. Nagyon-nagyon sok. Nagyon-nagyon sok. És Mostem látja a lyukat, Védekezik, megy előre, próbál valamit kihúzni ebből. Teljesen nyugodtan maradnak azok az SCV-k, és folyamatosan hullanak el. A sereg nagy része SCV, meg egy tank. Igen, de minden lehetősége jelen pillanatban Mostennek ebben az egy seregben van, ugyanis otthon már teljesen üres az egész fázisa. Pláne, hogyha ez a kettő vidomány is megteszi itt, a nem, ez, dolgát. Próbálkozik védekezni, még az SCV-ket is ráhúzza. Egy darab már elesett az immortárokból, nem, ott van fent. Igen, a tankokat szedik ki, mindjárt el is fog esni. A másodikat pedig sikerül az SCV-kkel egyre megtartani. Igen, a necsörelt. De amíg mi néztük ezt a hatalmas showt, addig közben PS kinyírta Mostent konkrétan, teljes mértékben lehetetlenné tette is, és most itt ki fogja végezni. Itt a vége, nincsen semmilyen observer egysége Mostent. Bányászat. Teljesen kaput. Na, közben még megy a támadás.
az utolsó lehellet, ki tud sétálni abból a bunkerből, de nagyon sok a Marine már megérkezett a Medivac is, és ő viszont talán nyugodtan be tud áldozni még egy adag SCV-t, kijönnek a bunkerből, kifókuszálják az Immortált, és úgy néz ki, hogy PS meg tudja védeni a Nature-et, ennek köszönhetően pedig eléggé kevés lesz az a sereg, amiben jelenleg rendelkezik Mosten. Pontosan jönnek a medivekek, de igazából nincs biosereg, akiket tudna gyógyítani, de ettől függően érkezik a GG Mostentől, PS szépít 2-1-re. Nagy tapsot kérünk PS-nek, buzdítsátok a srácokat. Talán az egyik legizgalmasabb mondokon döntő kezd itt kialakulni. Egy egészen egyoldalú kezdés után PS visszakapaszkodik, de elég lesz-e. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy nyilvánvalóan ugye jött az a bizonyos cheesy taktika, amire lehetett egy hasonló esetben számítani. Nyilván, tehát a teljesen az inverse jött, mert igen, mert PS-től jött. Játékosra, de... Ez ugye, lebukott. De igazából bejött. Tehát olyan szinten bejött, hogy a játék képe nem úgy alakult, mint az előző két meccsen. Nem ez a standard irányvonal valósult meg. És szerintem Szabinak ebben lehet a lehetősége, ugyanis a standard irányvonal nem igazán fekszik neki, valljuk be itt őszintén. Nem igazán találja a disztruktorokra a megoldást, nem nagyon tud mit kezdeni az adeptekkel, és nem találja a megoldást jelen pillanatban erre a standard játékra, ami úgymond a megszokott a makró game, és én ebben látom a megoldást, hogy valamilyen kis gyors dolgokban. Hát egy kis csalássarkon, hogy rákényszerítette Mostent arra, hogy más taktikát alkalmazzon, korai támadást indítson, és ezzel pedig lehetett látni, hogy miután rákényszerített erre, ráadásul igazából talán a Widowmine dropokban volt ott az egésznek a kulcsa. A Widowmine dropok nem ennyire sikeresek, akkor még mindig nagy bajban lett volna PS, de mivel ugye nem volt erre válasz, nem tudott erre figyelni Mosten, onnantól kezdve, hogy mind a Natural, mind pedig a main bányászata teljes mértékben ki lett tiktaktva, már csak holdolni kellett, mint ahogy azt Hodor szokta PS-nek. Igen. És ez miután ezt megtette, ugye ő volt a mérkőzés. Kevés volt az kettő immortál, pedig én azt hittem, elég lesz. Én is egy pillanatig úgy képzeltem, hogy elég lesz, de azt ugye szerintem te is észrevetted, hogy azok a siege tankok egyszerűen lemorzsolták az immortálokat. Nagyon szépen megtalálta Szabi rá az ellenszert. Úgy látszik, SCV. Hogy... Immortál ellen SCV. Én úgy érzem. Az volt az SCV pool hatalmasról. Igen. Az SCV nem annyira erősek, de nagy az akarat bennük. Így nagy van. Az akarat. És oda tették magukat most is. És hogy melyik játékosban nagyobb az akarat, az hamarosan kiderül így a negyedik maphoz érkezve. Mosten vagy PS Backwater LN. 2-1-es Mosten vezetésnél most már a jobb alsó sarokban látható a jelen pillanatban jobb helyzetben álló Mosten. Nagy tapsot neki! Vele szemben pedig a bal felső sarokban Terran játékos kék színekben PS! Őt is megilleti, hiszen nagyon szépen hozta az előző mérkőzés, jó volt a taktika. Kérdés, hogy most is bejön-e? Vagy igen. Most figyel erre Mosten, mert most neki kell igazából hamarabb. Igen, valamit most neki kell igazából visszaválaszolnia. Érdekes megoldás most Mostentől, hogyha én lennék az ő helyébe, lehet, hogy most játszanám be azt a bizonyos cheese taktikát, amit már olyan sokszor említettünk ez alatt a BO5 alatt, de úgy látszik, hogy ő inkább a standardhoz ragaszkodik, és megpróbálja harmadjára is megverni PS-t egy hasonló játékban, mint az előző kettő? Igen, mert egyszerűen annyira nem feküdt neki ez az all-in történet, tehát hogy onnantól kezdve, hogy elől harcolt, hátsó dolgok nem tudott figyelni, Terran pedig kifejezetten jó, ugye a harasszolásban, gondolok itt a droppokra, nagyon hamar el tudja tüntetni a fontos bázisokat, illetve hát az épületeket, meg a próbokat. Igen, és Mosten igazából kihasználja a sajátosságát a matchupnak, és a saját javára kovácsolja, ugyanis ő nagyon jól tudja kontrollálni a mérkőzést. És ő... Most pedig jön a korai második bázis, erre már nem jön Engineering Bay. De igen, erre most már nem fog érkezni. De én még mindig azt mondom, hogy jelen pillanatban Szabinak valahogy át kell vennie a kontrollt
mérkőzés felett valahogy valamilyen úton, módon meg kell találnia azt az utat, amivel ki tudja forszolni Mosztent, és saját maga tudja irányítani a mérkőzést. Tehát itt ezzel azt értem, hogy az első két mérkőzésen a játékképe annyiból állt ki, hogy Mosztent tekkelt valamilyen irányban, és azt az irányt igazából Szabi próbálta kitbekkelni, kivédekezni. De nem sok szerencsében. Én úgy gondolom, hogy pontosan az ilyen dolgok, amik itt ebben a kis pozícióban találtak, pontosan az ilyen dolgok szükségesek arra, hogy PS átvegye a kezdeményező szerepet ebben a párharcban. Igen, mindenképpen szükséges, hiszen ha látok, hogyha ő irányítja magát a mérkőzést, akkor tud elég nagy fejfájást okozni Mosztennek, kérdés, hogy ez is így lesz-e. Igen, igen. Azt érdemes azért látni, hogy Mosztent sem ma jött le a falvédőről, és ő is majd valószínűleg megpróbálkozik majd valamivel. Itt egy kicsit érdekes választásnak tartom, hogy a bunkert kezdte el támadni ezzel az ötettel. Lehet, hogy igazából csak oda küldte az ötettet, és azért történik ez így. Így viszont el is eshet akár az adept. Így van, ráadásul ugye ott van az a Reaper, aki tud akciózni, bemenni a bunkerbe, onnan vissza, de az adeptnek menekülnie kell. Igen, bár most azzal a stalkerrel már felveheti a harcot. Jajajaj, és igen, Mosztent meglátta a lehetőséget, és így elesik ez a bunker. Ó, de még lehet, sikerül. Javítással együtt csak visszahoz 75 minerált. Kérdés, hogy a másik oldalt időközben mi történik? Kettő darab Hellion érkezik. Igen, és úgy néz ki, hogy ez rögtön a mainre megy. Igen, és most fog érvényesülni az, amit mondtam, hogy ez a shield battery, ez nagyon késői. Igen, hogy PS átveszi a kontrollt a mérkőzés felett. Átveszi a kontrollt, és azt mondja, hogy nem, olyan nincsen, hogy ezt a mérkőzést ne irányítsam én. És ismételten mining time kiesést okoz Mosztennek, ahogy ezt már korábban is láthattuk. Az adapt, ez elég megpróbálkozik mindennel, ami lehetséges. Egyelőre az a rengeteg idő, amit itt mászkálnak, hogy el vannak a próbok, elég nagy mínusz. Igen, igen. Úgy gondolom, hogy igazából jelen pillanatban az inkámat megnézzük. Mindent elárul a mérkőzésről. Dupla annyival boldog. És most viszont felállt védekező pozícióba a PS. Igen, és most a videómájnokat arra bizonyos védekező beállásra használja, amiről már szintén volt a mai nap szó. És egyszerűen megy az adókapok nagyon komolyan. Én úgy gondolom, hogy Mosztent most problémába ütközhet. Mert hiába játsza ugyanazt a játékot, mint eddig. Hiába, hogyha közben nem igazán tud normálisan minerált bányászni, illetve gáz szedni, ahogy ez most is nagyon jól meglátszik. Igen, most talán ő van sakba tartva, és szerintem meg is próbálja kicsit áttekkelni PS valami másra, amire szükség van a játék elején. Azzal talán könnyebben meg fogja fogni tudni az ellenfél sereget. Ugye ő sem akar még kiexpelni, egyelőre el van. Kettő bázison. Aztán másképp gondolja. Igen, igen. Igen, általában ugye ez egy egészen érdekes dolog amúgy a közvetítések során, hogy a játékosok mindig abban a pillanatban rakják le ezt a bizonyos harmadik, meg negyedik bázist, amikor már hiányoljuk azt. De hát úgy látszik, hogy egy rúgóra jár az agyunk, és igazából csak másodperc a kérdése volt ismételten. Map control szempontból annyira nem durvulnak amúgy a játékosok. Jó, most nincs zerg, aki folyamatosan tudja terjeszteni a területét. Igen, és amint ezt kimondtad, ez a próbál is indult arra bizonyos. Na, helyes. Zelnagára. Az Zelnaga kontrollt hiányoltam, ugye lássuk, merről érkezik az ellenfélsereg. Ugye az ellenfél szempontjában pedig ott van a Widowmine. Tud ellen segíteni, érkeztek is az adeptek egy kisebb sereg. Most ez inkább védekezésre szolgál. Igen, a Sentry-kkel. Igen, ez a sok Sentry, ez mindenképpen arra utal, hogy itt jelen pillanatban egy teljesen más meccset látunk majd, mint az előzőt. PS borzalmasan jól áll. Én úgy látom jelen pillanatban, hogy ő irányítja ezt a mérkőzést. Pontosan az, amit hiányoltunk eddig tőle, az most megjelent. Úgy látszik, hogy észbe kapott itt a negyedik meccsre. Reméljük. Kérdésem az, hogy ki fog megindulni szerinted hamarabb. Tehát, hogy ugye látszik, hogy
meg beszéltük is, hogy Mostert sokkal jobban védekezik, viszont a nyomástartás, azt ő is sokkal jobban teszi. Tehát, hogyha be kell szorítani a Terán sereget, akkor azt meg tudja tenni, ráadásul nagyon jól tud harasszolni, nagyon jól be tud, látok, hogy a DT-k is mennyi mindent csináltak az előző mérkőzéseken. Amit én igazából itt látok jelen pillanatban az az, hogy Mostert úgy próbálja megverni PS-t, hogy ő nem hagyja azt, hogy támadjon, de most ez nem érvényesült. Tehát az első két meccsen ez érvényesült. Ez nagyon jól látszott, hogy Mostert volt a kezdeményező. Ő alakította mindig a játéknak az képét, igazából mondhatni a tekjeivel. Kis időnyerés a force field-ekkel. De most nem. Tehát most ez teljesen másképp van. Ezzel a három tankkal lehet előre arra szolgatni, ugye? Felszígyel, leszígyel, előrébb megy. Felszígyel, leszígyel, előrébb megy. Ezt fogja játszani most PS, amíg ugye elég közel kerül a frontvonal. Ahogy megérkezik az első kolosszus, megpróbálja kifókuszálni, de ez egyelőre kevés. Stalkerek már dolgoznak, kettő tank elesik, és úgy néz ki, hogy megfogja Mosten ezt a kisebb támadást. Nem sikerül felkapni a tankot, ezért le kell lépni innen PS-nek. Igen, igen. Az egy dolog, hogy nem fogta meg igazából. Megfogta ezt a támadást Mostert, és a PS nem igazán volt effektív ezzel a támadással. Azt viszont látnunk kell, hogy igazából Mostert jelen pillanatban még mindig hátrányban van. Ellenfelével szemben én azt mondom, hogy... Hát sereg szempontjából is. Azért Army Supply-ban 37 az 56 ellen, talán Army Value-ban ezekkel a kolosszusokkal Mostert megközelíti PS-t. Semmi. Tehát, hogy nem érkeztek vikinget, nincs olyan a fókuszon kívül counter erre az egész kolosszus témára. És arra úgy, hogy folyamatosan látja, hogy merre mozognak a map control miatt a Terran seregek, kicsit le is bukjatatja PS. Igen. Ő nagyon-nagyon jól használja Mostert az elnek a towereket mondhatni, mert mindig birtokolja őket, és így látja ezeket a droppokat PS-től, ami nagyon nagy erőssége tud lenni a Terrannak. És ezt kihasználva Mostert megakadályoz egy egészen nagy számú droppot, ahogy ezt már láthattuk az előbb is. Ez érdekes lesz. Ez itt nagyon kettő érdekes lesz. Kettő kolosszust lát. Vissza is vonulnak a kolosszusok, előre megy egy warpin, de azok igazából csak felfogják a sebzést. Megpróbálja rádroppolni oda a vidómájnokat hátulra. Ez egyelőre jó, az első kolosszus elesik. Második egyelőre még tartja a rámpánál magát. Nagyon-nagyon sok marauder maradt. Ez nem lesz jó. Valószínűleg majd az utánpótlás is majd érkezni fog hamarosan. 5 marauder, illetve 2 liberátor személyében. Egy liberátor el is indul, a másik is. És az 5 marauder úgy látszik, hogy majd csak védekezni fog. Én most látok esélyt arra, hogy itt 5. pályára fog menni. Így van, PS egyelőre vezet, és ő tartja nyomás alatt Mostert. Kérdés, hogy elég ez-e egyelőre. Mostert egyáltalán nem tud kimozdulni innen. A kolosszusokkal nem lehet csak úgy előre sétálgatni, kell hozzá mindenképpen elég sok támogató egység. Amin úgy érzem, hogy nincs még meg Mostert részéről. Oldalt ez a 2 darab Photon Cannon. Egy kicsit már túlzásnak is éreztem ezt a két kennet mondjuk ide, de úgy látszik, hát hogy... Végülis, hogyha az ilyen kószáló liberátoreket leszedi, akkor megérte. Hatásos volt. Viszont ezt a liberátort nem szedi neki semmi. Nincs is innentől kezdve, hogy mínusz egy gáz lehetőség van bányászásra. Látszik is, hogy jóval többet szed PS. Mondjuk ugye több bázison is van. Igen, és teljesen átverte most jelen pillanatban Mostert. És nézzük, igazából a két... Must drop, baby! Igen, és az a két pylon az most ki kéne, hogy ott fókuszálva legyen. Igen. De nincsen. A drop többi része, ha mineral line-ban van, egy pylon leesik. Mindjárt le lesz szedve a második is, mondjuk a Beanstalkerek előre mennek, figyeljék el a kolosszusokra, akiket nagyon messze vannak, nem tudja őket kifókuszolni. Ezért kettő darab medivek van, három medivek van, aki ki tudja menteni a menthetőt. De ez nagyon nagy mínusz. Ez bőven elég jelen pillanatban. Ha megnézzük a production tabet, látható az, hogy a Protoss játékosunk jelen pillanatban még egy jó percig nem lesz képes semmire sem utánpótlás szempontjából. És most úgy néz ki, hogy a disztruktorok nélkül nincs olyan hatalmas elő, mert elkezdi üldözni a menekülő Terran sereget Mostert, és lehet, hogy hazáig üldözi őket. Ha így lesz igazából, az igazából lehet, hogy neki fog fájni.
Ugyanis a liberátorok eléggé erősek tudnak majd lenni itt, igen, ebben a csatában. Rampánál fel is áll védekezni PS. Mostan az, akinek ugye körbe kell menni, meg kell keresni azokat a gyenge pontokat, amiket most PS gyönyörűen tart. És van egy tech, amire eddig Mostan nem igazán ment rá. Kérdés, hogy PS vár. Várja ezt, számít rá. Három darab kolosszus nem túl sok. Nem is így a Grand Army-hoz képest. Alapvetően igen, elég sok. Igen. Igen, igen. De ez a megfelelő mennyiségű támogató egység mindenképpen kell hozzá. És úgy néz ki, hogy fel is fedezi őket Marinnal. Hát én igazából azt mondom erre most jelen pillanatban, a Liberatorok. A Liberatorok ellen hasznos lehet az a Storm. Hasznos lehet az a Storm, ugye a High Templároknál ez mindenképpen jó dolog ez a Storm, csak Bosztok nagyon drága is. Bosztok már vannak a seregben. Arra nem is beszélve, szépen próbálja őket kisznájpolgatni, folyamatosan legyen vision. Nagyon jó szél az EMP, most rá lehet futni PS-nek. Mondjuk a kolosszusok továbbra is kell figyelni, mennek elő a Liberatorok, érkezik egy erős warpin, szépen szét van húzva a sereg, és úgy néz ki, hogy a protoszok nyernek. Mondjuk ugye annyira nem mobilisak, mind a három kolosszus él és virul még, meg kéne őket próbálni kifókuszolni. Igen, de Liberatorok... nem marad anti-air, vissza kell menni a Mostennek. A Liberatorok leszígyeltek, kimásztak onnan, és onnantól kezdve pedig csak kisétált onnan, Mostan pedig visszavonul. Igen, és most már igazából rátérhetünk arra, ami a jelenlegi mérkőzésen Mostan szempontjából hatalmas probléma. Az pedig nem más, hogy PS egyszerűen szétszedte Mostannek a bányászását, az összes dolgozóját megölte körülbelül. Viszont a Liberatorok nagy része elhullik, de most ott van egy kis lehetőség, hogy ezeket a kolosszusokat kiszedje, de a stalkerek nagyon erősek, egy darab Liberator marad, egy darab kolosszus sincsen kifókuszálva, az a három kolosszus eszméletlen munkát végez. Igen, igen, de vajon lesz-e elég fedező egység mellé? Lesz-e, ami fedezi ezeket a kolosszusokat, vagy hamarosan azok is elhullanak? Szerintem már csak idő kérdése, jelen pillanatban PS van az előnyben, mégis Mostan támad. Megérkezik a Factory is, legnagyobb haderő a Terran seregben. Ez egy all-in. Igaz, all-in. Mostan részéről ez az utolsó lehetőség itt a támadásra, valószínűleg négy darab High Templar érkezik. Jó lesz ez, nem, az Arkonok érkeznek belőle. Támadnia kell PS-nek. Arról a Vision meg is próbálja őket megtámadni, kérdés, hogy ez elég. Oldalt lehet elkap egy Arkont, ugye Anti-Airről beszélte, hogy az hiányzik, az Arkonok ezt eléggé jól meg tudják hozni. Megint ott vannak hagyva a Liberatorok, semmit nem csinálnak a nagy része. Ez a teleség az első kolosszus, második kolosszus, Manner Mulok, GG, hölgyem és uraim! PS kiegyenlít! Nem semmi. Ez az első kettő mérkőzés után egyáltalán nem erre számítottam. Azt hittem, Mostan be tudja fejezni a másodikban, vagy a harmadikban. Viszont nagyon szépen ki tudta védekezni, rá tudta kényszeríteni a saját módszerére PS, és itt a harmadikban pedig mindketten taktikát változtattak, és ebben a taktika változtatásban PS volt az, aki felül tudott kerekedni. Igen, ugye itt megint előjött az a bizonyos mérkőzés kontroll, amivel most már Szabi két mérkőzés óta rendelkezik, és olyan szinten a kezében tartja ezt a meccset, hogy az ötödik pályára én már nem tudok mit mondani, egyszerűen 50-50, ki? Mostannek egyszerűen kezébe volt a győzelem ott a harmadik pályán, ott van a negyedikán. Veszélyes itt a helyzet Mostannél. Most az a baj, hogy neki vissza kell mennie az eredeti stratégiára. Jók voltak a disztruktorok, nehezen tudott ellene PS védekezni. Most is látjuk, hogy nem volt teljesen tökéletes ez az egész Liberator téma, mert kisétáltak alulra az egységek, ott lettek hagyva, négy Liberator is igazából nem csinált semmit. És utána, hogy az alsó sereget, tehát a földi sereget eltávolítja Mostan, a Liberatoröket már csak alá kell blinkelni, és ahogy azt megszokhatja szépen kisznájpolni, vagy ahogy a második mérkőzésben érkeznek a Tempestek. Igen, ugye a Tempestek azok már inkább ugye abban a super late game mérkőzés abban a fázisban érkeztek meg, amikor már Mostan egy jelentős előnyt szerzett, azért elég riszki lenne bepróbálni a Tempesteket szerintem. Én is ugye a disztruktorok mellett szavazok, ott teszem le a voksomat, de ki tudja, ötödik mérkőzés. Na erre a meccsre nem mondanám azt, hogy valamelyikük is olyan taktikát hozna, ami rizikós, cheesy. Itt egy nagyon erős
makró meccset fogunk látni. Hát nagyon remélem, hogy ez lesz, és nem fogják szétcsizelni egymást. Igen, mondjuk kifejezetten vicces lenne. Igen, igen, igen. Ha most mind a ketten rácsizelnek 2-2-nél, az talán az egyik legérdekesebb mondokon döntőt eredményezné. De most látszik, hogy ebben nem annyira jó, mint mondjuk PS. Ugye PS az elődöntőben a második mérkőzésen volt neki egy ilyen szájklonos csíze, amit szerintem meg is próbáltam ugye a harmadik mérkőzésben, de ugye az nem jött össze, neki le lett buktatva, és abból lett egy ilyen kicsit furcsa küzdelem. Jobb alsó sorokban PS, aki 2-0-ról hozta vissza 2-2-re a mérkőzést, Terránként található. Igen, még a bal felső sorokban található sárga színekben Mosten. És hát az utolsó mérkőzés a mai napon. Így van. Kíváncsi lesz, hogy mi lesz itt. Ugye, alapvetően standardet várunk mind a ketten, sőt igazából Mostentől már megvan a kompozíció, amit szeretnénk látni, és szeretnénk is, hogy azzal küzdjön, mert eddig kifejezetten jól ment neki. Kérdés, hogy PS mennyire tudja ezt az ellenkezőjét kihúzni Mostenből, mert látszik, hogy Mosten alapvetően nem igen. akarja ezt változtatni, legalábbis a változtatás nem jött össze a negyedik mérkőzésre. Igen. Én még mindig annak a híve vagyok igazából, hogy Szabi jelen pillanatban egy olyan játékot játszik, ami nem standard. És ezt Mosten most fogja realizálni. Hiányzó elemek vannak itt a gépezetben. Egyel kevesebb az SCV. Így van? A kérdés az, hogy ő megtalálja ezt a helyet. Mosten vagy Szabi be tudja fejezni elég ideje korán ezt a mérkőzést, és nézd meg, bejön az ötödik mérkőzésen, édes Istenem. Meg megint az overreakció, tehát kérdés, hogy lehet, hogy PS csak befékeli ezt az egészet, és mennyire reagálja ezt az egészet túl Mosten. Igen, azt lehet látni, hogy Mosten ezeket a támadásokat nagyon-nagyon-nagyon nehezen vért köpködve tudja csak megfogni. Tehát nem igazán tud mit válaszolni ezekre a cheesy játékokra. Kettő prób is folyamatosan scoutolja a terepet. Igen, már megvan közben nyilván a barak, és most ismételten úgy látszik, hogy Mosten egy kicsit elidegeskedi ezt a dolgot, ezt nagyon jól reprezentálja az az álló prób, miközben itt egy SCV huncutkodik, és hát bejön a Reaper, és nincsen semmi, az adept ideje nagyon későn érkezik, nem is értem, hogy miért Zelot jött ki abból a gateből, hát nem tudom, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a Reaper 3 killel jelen pillanatban teljesen cost effektív. Nem rossz. Kis győzelem, de még messze nem a mérkőzés jelenti. Arra tökéletes volt, hogy megzavarja ellenfelét, és igazából semmit nem vesztett vele PS. Elkészült a barak, ugyanúgy tud tovább tekkelni, jön a Factory, a Starport, a Factoryból már jönnek az első Cyclone-ok, ahogy azt már az elődöntőben is láttuk. És hát igazából Mosten viszont egy kicsit összeesett. Én azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán jól kezelte ezt az early támadást az ötödik mérkőzésen. Mi sem vártuk ezt, nem hogy ő. Így van, ugye nagyon rizikós ez az egész, amit PS-ből hozzá, de PS igazából erről híres, tehát, hogy ő bevállalja, ha be kell vállalni, látja felfele ugráló Reaper-t. És jön a Cyclone. A kérdés, hogy ez elég lesz-e? Igen, itt a Shield Battery itt van, ami el fog esni, és az a damage, te jó ég. Azt cancel-elni kell, azt onnan vinni kell a dolgokat. Nyilvánvalóan jön a Chrono, az Immortalra. A PS részéről egy kicsit a fókuszt hiányolom. Igen, megpróbál most fölmenni. Egy rap Stalker nagyon kevés, ráadásul nem tud sok mindent csinálni ezzel a Zélottal sem. Megmenti, hogy egy kicsit távolodni kéne onnan. Igen. Ciklon ugye nem gyógyul fel, hogyha megsérül. Bárne, hogyha sikerül kifókuszálni. Igen, kijött az Immortal, innentől kezdve denyolva lett a játék PS részé, vagy Mosten részéről nagyon szépen. Bár itt, illetve megint egy kis probléma. Így van, most már kettő ciklon áll szemben. Ez az, hogy alapvetően mozgékonyak ezek az egységek, és hogyha az Immortalt ki tudja kerülni valahogy, akkor lesz itt baj, és végre kiexpel PS is, neki szüksége van rá. És egyfolytában jönnek az Immortalok igazából abból a
robóból, Monster részéről, ami lehet majd okozhat fejfájást meg neki itt a későbbiekben. Na, kettő immortálatlan egy kicsit túl, ez a túlreagálás ugye magára a ciklon, igen. A ciklon meglételére. Igen, a Cyclone mindenképpen egy kicsit túl lett reagálva itt jelen pillanatban a Protoss részről, és jön ez a Reaper, és egyszerűen szedi a killeket, és Asta, és bekeríti. És mining time, és nézzük Rob. Meg, hogy mennyivel jobban áll PS, és az ott megérkezett. Ott megérkezett a Cloak Banshee. És nézzük a Production tab-en, hát amíg kijön ez, addigra Mosten túl sok dolgot fog elveszteni. Nincsen semmilyen, amivel detektálni tudná ezt a Banshee-t, és ez a Banshee 4 killel, mindjárt 5-tel. Ez már csak másodpercek kérdése, Observer megérkezik. 6-tal, 6 kill. 6 killes Banshee, és hatványozottan érvényesül az, ami az előző két mérkőzésen, hogy PS a kezében tartja a játékot. Itthon egy teljesen erős védelme van, Siege tankokkal felszerelve, amire Mostennek igazából nem igazán lesz válasza. Hát lehet most el kell indulni a kényszeredetten támadásba, ugye általában, hogyha elég sok sebzést okoznak, elég sok kárt okoznak számodra, akkor neked is minimum ugyanannyit kéne, és azért nem kis befektetés a Cloak Banshee. De ehhez képest úgy néz ki, már beköszönt a Siege tank. Igen, igen. És már a második is úton van. De ettől függetlenül beindul. A halukoló azért nagyon-nagyon fontos lehet a mérkőzés szempontjából. Jönnek az SCV-k, vissza is lettek húzva egy pillanatra. Elesik a bunker. Két Siege tankkal rendelkezik most már MPS. Hasonló szituációt már láttunk most. Így van, ugyanaz a szituáció, mint hogy a harmadik mérkőzésben meg kell fognia a kényszeredett all-in támadást, és tudjuk, hogy kettő immortál viszonylag kevés ehhez, pláne hogyha érkeznek az SCV-k, egy most már biztosan kevés, és ugyanisztik, hogy megfogja ezt a támadás PS. Igen. Időközben pedig a kettő darab Banshee kivégezte Mostent. Teljes mértékben garázdálkodik. Meg is van a győztesünk már a PS, hölgyeim és uraim. Egyszerűen elképesztő. 0-2-ről. Hatalmas fordítás. PC Gurusó, Starcraft 2 döntőjének a győztese, Pásztor Szabolcs, PS. Hihetetlen.